A Tolna vármegyei SC Vályi Péter szakképzőiskola és kollégium 5 ágazatban indít képzést a 2024-2025-ös tanévben. A technikumi formában informatika és távközlés, illetve turizmus vendéglátás, a szakképzési területen pedig építőipar, gépészet, kereskedelem és turizmus vendéglátás ágazatba várják a leendő 9-eseket. Fúrján Katalin Anett igazgató a közelgő nyílt napok kapcsán beszélt az intézményben megvalósuló képzésről. Nagyon nagy mértékben segíti az oktatást, most már 3 éve a szakképzési rendszerváltás óta a projektoktatás, és most is ebben a tanévben is az a célunk, hogy egyre inkább a közismereti oktatást beintegráljuk a szakmai oktatásba, hogy aztán 10. évfolyamba lépve szakképzőiskolai diákjaink a duális képzőhelyeken megállhassák a helyüket, és minél gyorsabban tulajdonképpen termelő tevékenységet tudjanak végezni a különböző duális képzőhelyeken. Egyébként a Vájinak jelenleg 28 partnere van, tehát a duális képzésben 28 kisebb vállalkozás, helyi, illetve tamási környéki vállalkozás vesz részt. Az intézményvezető hozzátette, a diákokat szolgálja az elmúlt év legnagyobb fejlesztéseként az A épület nyílászáróinak cseréje, és folyamatban van a kollégium közösségi tereinek megújítása is. Nyugodtan mondhatod neki azt, hogy hagyja ki a várakozást, mert fölfűtöttem a tárcát. Igen. Ez pedig már a 3D labor. Kolozs Levente oktatás szervezési és fejlesztési igazgatóhelyettes elmondta, a Vájiban több évtizedes hagyománya van az informatika képzésnek, és mivel ez az ágazat nagyon gyorsan fejlődik, az itt folyó oktatásnak is lépést kellett tartania a változásokkal. Ezért indult el ez a hatalmas fejlesztés, hol most is vagyunk, ez a 3D labor, amelyet az intézményünk minden egyes osztálya számára biztosítunk. Ugye a szakképzésben ágazati projektoktatás folyik, és az ágazati projektoktatásban speciális 3D-s projekteket dolgoztunk ki a tanulóink számára, ami azt jelenti, hogy minden egyes ágazatban, csoportbontásban különböző 3D projekteket valósítunk meg ebben a speciális teremben, ami azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országosan is egyedülálló lehetőség, melyet a szakképzési centrum vezetésének köszönhetünk. Körülbelül 35 millió forint értékű eszköz került elhelyezésre ebbe a terembe, amelyet természetesen tananyagi tartalommal is fel kell tölteni, ahhoz, hogy megfelelőképpen szolgálják az informatikus és más ágazatokban tanulóknak a tanulmányi előmenetelét. A Tamási Vályi Péter szakképzőiskola november 16-án és 17-én nyílt napon várja a képzései iránt érdeklődő 8-osokat és szüleiket, akik egyaránt betekinthetnek a műhelyekbe és a tantermi oktatásba is.